Ugye már 98-ban alapítottad a Baltazár Színházat, Magyarország egyetlen olyan profi színházat, amiben értelmileg sérült emberek a szereplők, aztán 2005-ben pedig a Művészeti Központot. Egy summázva, milyen volt az elmúlt 11 év? Hát ez egy folyamat, aminek nem a végén vagyunk, hanem benne. És hát amikor az egészet én kitaláltam, ahhoz képest, talán még a legmesszebb menő álmaimon is túlszárnyalt. Valami olyat szeretnék létrehozni, ami még nincsen, és amire nagy szükség van. De azt, hogy ez milyen... Szóval igazából azt tudtam, hogy amikor választottam a színészek, hátrányos helyzetű emberek, tehát a normálistól, az átlagtól eltérő emberek, inkább így mondom, lesznek, akkor tudtam, hogy valami egészen különleges dolgokra lesznek ők képesek, ami eddig nem volt kiaknázva ez a képességük, a tehetségük. De hogy ennyire hihetetlen nagy fejlődést lehet elérni náluk, és remélem, hogy ez majd a társadalmi reakcióban is lehet érezni. Igen, azt akartam is kérdezni, hogy milyen volt a fogadtatás akkor, tehát 98-ban hogyan fogadta a közönség ezt, illetve most hogyan fogadja azt a közönség? Ez is egy folyamat, nagyon lassú, mert nagyon régi beidegződéseket lassan lehet átkódolni. Ez mennyiben más dolgozni egy eltérő emberrel, tehát egy értelmileg sérült emberrel, mint egy úgynevezett normálissal? Mennyiben más, miben más? Tehát mivel ez nem egy terápiás célú színház, hanem színház célú színház, művészet, ezért én a színvonalat, a reakciómat, a gondolataimat, érzéseimet nem fogalmazom meg másként, mint tenném ezt nem egészséges. Ugyanúgy dolgozol velük, mint ugyanolyan kőkeményen. Igen. Ami más, azok az arányok, arányeltolódás. Tehát, hogy esetleg olyan bonyolult dolgokat meg se kell beszélnünk, mert egyértelmű, viszont olyan egyértelmű dolgokat, ami mások számára teljesen evidens, azt viszont meg kell beszélnünk. Tehát, ez arányok eltolódása, de ettől izgalmas, mert olyan nagyon már. Mit fejleszt? Ez egy színház, azért nem megegyük mindig a színházat, a legnagyobb Kossuth Díjas színészek számára is terápia, ha jól csinálja, mert a színháznak ez a rituális jellege, rituális minősége. Igen, a színház ilyen, akárki csinálja, ha jól csinálja, ilyen, az gyógyít. Mi szépen egy évben csinálunk egy előadást, de annak helye van, az minőségi, azt vállalom 10 év múlva is. Célunk közösen, hogy remek előadásokat hozzunk létre, mert azok a nézők számára, akik ezekkel az emberekkel az utcán találkoznak, ahhoz képest a színpadon való találkozásukkal óriási különbség van. Tehát az ő hétköznapi létük és a színpadi létük, és azt meg hallom, hogy a színpadi létük ott te is látni, mint az igazi, a között nagy különbség van. És a 11 év fejlődés alatt ez a különbség csökkent. Világos. Tehát ők a hétköznapi életben is magabiztos, önbizalommal teli, sikeres életet élnek. A Baltazár az egy profi társulat, itt nagyon 8 órában tanulnak most már tényleg 11 éves színházat, tehát azonnal nem lehet bekerülni ide. De akkor csináljunk egy olyat, hogy akkor jöjjenek ide hobbi szinten gyerekek, de az sem terápiás célból, hanem akkor tanuljanak, megadom a lehetőséget nekik is, hogy iskola után jöjjenek művészetet tanulni művésztanárainktól. Ez a Művészeti Központ, ez csak egy elnevezés, ugyanott működik, ahol a színház. Itt csak annyi, hogy itt ők jönnek, ez egy nem egy munkahely, a Művészeti Központ, hanem ez egy magas művészet színvonalú képzés nyújt gyerekeknek, fiataloknak. Szoktunk csinálni nyári tábort, a tánctábort, ahol mindig ott kell kezdeni, ahol mondjuk a testvér egészséges, és akkor hozzá a testvérét. Aztán így lehetne bővíteni, hogy tényleg próbáljunk egészséges embereket is, vagy gyerekeket bevonni, mert minél korábban történik ez az együttélés, annál könnyebben lesz belőle jó felnőtt. Kőválasz. Kőválasz a Bárkában. Igen. Dolgoztok-e esetleg új előadáson? Igen, aminek tavasszal lesz a bemutatója. A cím, hogy 11 parancsolat. I'm gonna
make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right.